Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. E felirat alatt várták volna önöket, kedves leendő diákjaink és szüleink, a Szilveszter János Református Gimnázium mai 2020. október 5-i első nyílt napján, hagyományosan ilyenkor kezdjük a nyílt napokat, és valamikor karácsony tájékán fejezzük be. Most ez a személyes találkozás nem lehetséges, hiszen a COVID-19 és a rendelkezések megakadályoznak ebben bennünket. Szeretnénk most digitális formában eljuttatni mindazokat az információkat önökhöz, amelyeket személyes jelenlétükkel könnyebben megszerezhettek volna, és talán alaposabban is tudtak volna tájékozódni, mint így ebben a formában, de megkíséreljük, nyilván a teljességet nem tudjuk megtenni, de megkíséreljük, hogy részletekben bemutassuk az intézményünket. Először az induló képzéseinkről szólok. Újra indítjuk, ismét indítjuk a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályunkat. Itt a 7. évfolyamon kezdjük az első nyelvvel, 8. évfolyamon latint tanítunk, 9. évfolyamon kezdjük a második nyelvet. Ez azt teszi lehetővé, hogy diákjaink szinte mindig előrehozott érettségit tesznek a 11. évfolyamon, így a 12. évfolyam rendelkezésükre áll a nyelvvizsga megszerzésére. Indítjuk a 4 évfolyamos emelt nyelvi óraszámú gimnáziumi osztályunkat. Itt 2 idegen nyelvből, angolból és németből lehet első nyelvként választani, majd második nyelvként angol, német és olasz szolgál választékul. Természetesen itt is az előrehozott érettségi, nyelvi érettségi a 11. évfolyamon általános, így aztán diákjaink többsége 12-ben nyelvvizsgát tud tenni. A technikumi osztályokban, az 5 évfolyamos technikumi osztályokban 2 irányunk van, az egyik a gyakorló ápolószak, a másik a szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens szak. Itt egy nyelvet tanítunk, de bejön második nyelvként úgymond az orvosi latin is, hiszen ehhez a szakokhoz ez mindenképpen szükséges. A szórólapon, amelyet eljuttatunk az iskolákba, természetesen sokkal részletesebben tudnak tájékozódni, illetve a honlapunkon mindig tájékoztatjuk önöket az aktuális ügyeinkről. De hogy közvetlenül is lássák, hogy mi minden történik itt, szeretnénk önöknek bemutatni, ugyanúgy, ahogy tavasszal megtettük az úgynevezett online ballagáson, hogy elbúcsúztattuk a diákjainkat, szeretnénk megmutatni a rendkívül innovatív és ötletgazdag tanári kar tagjainak az óráit, és szeretnénk őket is bemutatni önöknek egy-egy villanással. Természetesen ez nem helyettesíti azokat az óralátogatásokat, amelyeket önök tennének itt, de most erre kell fanyarodnunk. Kérem tehát, hogy jöjjenek velünk egy kis látogatásra, és bízom benne, hogy ez a virtuális látogatás egyszer majd valóságossá is válik. Kedves leendő diákjaink és kedves szüleik, mint egyetlen nyílt napunkon sem, most sem kirakat órákat látnak. A mindennapjainkat szeretnénk bemutatni, úgy, ahogy minden nap történik itt a Szilveszter János Református Gimnáziumban. Az órákat nem profi kamerával, hanem ezzel a kis telefonnal veszem fel, attól se várjanak tehát igazi profi bemutatást. De a tantestületem tagjai mégiscsak profik, és ezt önök is látni fogják. Ha nem tudják egészben megnézni ezt a filmet, hiszen reményeim szerint több lesz, mint egy órás, akkor részletekben is megnézhetik, az külön fent lesz a honlapon. A
Szünetekben pedig kitettem egy kamerát az aulába, és a diákjaink ott is megszólalhatnak, és mondhatnak véleményt az iskoláról. Engem pedig, hiszen magamat nem tudom fölvenni, egy korábbi óráimon diákjaim vettek fel. Így aztán az egész tantestületet láthatják ezen a nagyon-nagyon furcsa első online nyílt napon. Jöjjenek velem! Ami megint csak a szembenállást erősíti. Azt is megbeszéltük, hogy ugyanakkor nagyon figyelnek arra, hogy katonailag ne kerüljenek egymással szembe. No? Tehát vannak helyi konfliktusok, ahol persze beavatkoznak. A Szovjetunió is beavatkozik, és az Egyesült Államok is beavatkozik. De azon a helyen, ahol mondjuk megjelennek az amerikai katonák, oda a Szovjetunió gazdasági támogatást küld, hírszerzőket küld, fegyvereket küld, tehát nem kockáztatják azt, hogy szemtől szembe álljanak. Bárhol is. Jó? Tehát arra ügyelnek, hogy ne kerüljenek egymással szembe, katonai szempontból. Persze vannak helyi konfliktusok, ugye erről beszéltünk, tehát vannak helyi konfliktusok. Ilyen helyi konfliktusnak minősíthetjük a német kérdést is, illetve ugye a berlini válságot is, az is egy adott esetben egy helyi konfliktus, és ugye láttunk ennél a helyi konfliktusnál, hogy itt sem kerülnek egymással hadi állapotba a Szovjetunió, illetve az Egyesült Államok. Ennek a korszaknak jellegzetes poétikai ismétei vannak. Tehát a poétikai jellemzők következnének. Nagyon jó. Barnánál van az információ, halljuk Barnát. Ne hidd a barát, hogy eltöntető célról lannál vével. Még egyszer hangos. Szakít a barát, hogy eltöntető célról lannál vével. A cím poétikai jellegzetessége, kettes kis pontunk. A filozófia és a szép irodalom egymásba van. Még egyszer, hogy a többiek le tudják írni? A filozófia és a szép irodalom egymásba van. Melyik demográfiai átmeneti szakaszba soroltuk a fekete-afrikai országokat? Hanyas szakaszba kerülnek? Azt mondtuk, hogy ott már nincsenek országok. A második. A második lesz. A második szakasznak ez a formája. Mit látunk? Milyen a születések száma? Magas. És mit mondhatunk évről évre a születések száma? Csökken. Azt látom, hogy csökken? Vagy úgy. 2012-es a korfa. 10 évvel azelőtt ennyi a születés. 5 évvel ezelőtt ennyi. Ja, hogy úgy gyárjál, akkor úgy nő. Akkor úgy nő. Kérem szépen felírni, hogy a születések számára egyre nő. Születések száma egyre nő. Jó, tehát lehet Ázsia térképéhez lapozni. És ha valakinek van ötlete, északi szélesség 7. és keleti hosszúság 80. köre hol menci egymást, akkor lehet ide szólni. Az is jó térkép. Fontos városokat szoktak feladni, előtt a város, főváros. Az a lényeg. Kolombó. Oké. Okay. Annyi a 39. oldalon, 38-39. oldalon találta meg Kolombót. Indiától délre, kicsit délkeletre találod Sri Lanka szigetén. És nézd meg, hogy pontosan a keleti hosszúság 80. körén fekszik. És az egyenlítőtől meg egy kicsit északabbra van, északi szélesség 7. fokán. Folytatom a feladatot.
Kolombóban a helyi idő 12 óra. A kérdés, hogy mennyi a helyi idő Londonban? Melyik körökre van szükségünk ahhoz, hogy ezt kiszámoljuk? Szélességre vagy hosszúságra? Helyi időszámolás. Hosszúságra nagyon jó. Londonért kívülről tudjuk, London hosszúsági köre, nagyon híres neve is van. Greenwich, és az akkor hanyadik? Nulladik. Azzal nagyon mivel számoljunk, akkor nézzük. Keleti hosszúság 80, és a nulladik hosszúsági kör között mennyi eltérés fogunk számolni? Hát ez így nagyon gyorsan mondtad fejből. Melyik a képlet, amivel számolunk? Egy fok az mennyi eltérés? Négy. Micsoda? Négy perc. Jó. Nekünk hány fok távolságunk van? Hol van Keresztelő János? Próbáljatok azért valamit fölismerni a... Hát ott van a fa mellett. Van. Fa mellett van, mit csinál? Hát ő megkeresztelő. Igaz, hogy valakinek a fejére egy tábor kvázi áldást hoz, de lehet, hogy vizet tölt, miközben a Jordánban való keresztelés az bemerítős keresztelés volt. Van itt ennek valami jele? Nincs. De bizony van. Van. Na de mi? De bizony, olyan, mintha kaplangolna Krisztuson. Ez egy nagyon szokásos jelzésekkel ábrázolás. A két angyal is valamit jelent egyébként, de olyasmit, ami ott elhangzott, hogy tudnék, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, a szárnyas angyalok asszisztálnak Krisztus kereszteléséhez, a pálmafa pedig egyszerűen annyit jelent, hogy a szabad ég alatt a Jordán folyó partján. Ezt az akkoriak le tudták olvasni a képekről, és azt nagyon fontos megjegyezni, hogy az a tény, hogy ez a művészet magát az általa elképzelt valóságot próbálta ábrázolni, tehát áttételesen erre is érvényes az, hogy az ember a művészetben kvázi önmagával találkozik, de ez a bibliai történeteken átszűrődve úgy jelenik meg, hogy gondolkodásra, emlékezésre, fejtörésre indítja azt, aki ennek a vonzásába belekerül. Tehát az, hogy nekünk ma is Európában, ha egy műalkotást látunk, nem csak az érzelmeink mozdulnak, meg nem csak az, hogy gyönyörűség, vagy taszítódás, vagy valamilyen módon megszólít, erről tavaly beszéltünk az év elején, hanem gondolkodni is kell, hogy mit jelent, hogy mit ábrázol, hogy milyen történet van mögötte, hogy miért így csinálta a művész, ahogy csinálta, és ez a gondolkodásra indítás borzasztó fontos az európai gondolkodás számára. Én azért szeretem ezt az iskolát, mert felszabadultnak érzem magam, és ki tudok teljesedni. Én azért szeretem ezt az iskolát, mert jók az osztályközösségek, különösen az enyém. 15.625.000 szekundum osztva kettővel. Ha ezt elszámolod, akkor pedig mit írsz? Mennyi a gyorsulás? 4. Így van. Tehát 4 méter per szekundum méter osztva kettővel. Szorozva a 15.625.000 másodpercnek a nézetével. Akár ezzel a módszerrel számolod ki, akár ezzel a módszerrel számolod ki, ugyanaz jön eredményből. Tehát az a kérdés, hogy mi az a szabályos sokszög? Mitől szabályos egy sokszög? Attól, hogy minden oldala egyenlő. Minden oldala egyenlő. Elég-e az, hogy minden oldala egyenlő? Már minden szöge is egyenlő. Így van, minden szöge is egyenlő kell legyen. Tudsz-e olyan négy szöget, aminek minden oldala egyenlő, és mégsem szabályos? A rombusz. A rombusz. Tudsz-e olyan négy szöget, amelynek minden oldala egyenlő, vagy minden szöge egyenlő, és mégsem szabályos? Téglalap. A téglalap.
Tehát éppen ezért akkor hívjuk szabályos sokszögnek azt a sokszöget, ha minden oldala egyenlő, és minden szöge egyenlő. Jó? Akkor mínusz egy. Plusz-minusz. Egy a négyzeten. Mínusz négyzer. Mínusz négyszer egyszer. Mínusz 90. Fel kétszer egy. Jó. Akkor mindenki gyorsan számol egy diszkrimináns. A diszkrimináns értéke 361. Annak a gyöke 19. Vagyis mínusz 1 plusz mínusz 19 per 2. Hány megoldás lesz? Két különböző megoldás. 9 az a 2 értéke mínusz 10. Így van. Amiből arra következtetünk, hogy 3 az x-ediken egyenlő, 3 a másodikon. Ekvivalens átalakítás. Miért ekvivalens az átalakítás? Mert a 3 az x-ediken függvénye szigorúan monoton függvény. Igen. Igen. Szuper. Nagyon jó. Na most már van egy ad, meg van egy b, igaz? Ez volt a kérdés? Ha nem, vissza kell helyettesítened, mert hogy mi a kérdés? Az x. Az x és az y. Majdnem. Oké. Ez lenne az az ötös darab kivétel, amit meg kellene tanulnunk. Aha, mit látunk, hogy itt van a torta, aha, az cselekvés eredmény. Így van, egy elég kézzelfogható eredmény, ott van nekünk a torta. Oké, okay. So, we have made you a cake. Készítettük meg egy sütit. Lila. Have you eaten Japanese food? Mm-hmm. As here you can see the flag of England, Scotland. As you can see, the flag of Great Britain over there, Ireland, and the Union Jack. So that's why it is called Union Jack, right? Az egyenlőséggel után tartunk. Mondjad már! Háromszor x mínusz 2. Ja jó, akkor ez 3x. 3x. És mínusz 6. Mínusz 6, szuper. Folytasd, Léka. Plusz 3x plusz 100. Így van. Mi következik? Felbontottuk az összevonást. Összevonást, nagyszerű. Összevonást hol végzünk? Itt meg itt. Itt meg itt, az nem annyira meghatározott. Az egyenlő. Bal oldalán és jobb oldalán, nagyszerű. Bal oldalán, akkor mondd, Misi, mi lesz. Hát itt 6x lesz, uh-huh. És mínusz 2. Nagyszerű. Mandula, jobb oldal. Eddig jó. Kilenc. Igen. Van olyan is, hogy 9. X. X-et nem mondom. Ja, hát nem. Van 3x, meg a végén van 3x. Az összesen? Mandula. Milyen? Minden órára jelvezet készülni. Egy hónap járok ebbe az iskolába, de olyan, mintha már évek teltek volna el. Thank you.
család. Gyeri! Gyeri! Social events like the knitting society or the mystery club or the music afternoon, and obviously you'll be given advice and assistance by it's a very nice composition about you and your best friend from kindergarten. Could you correct something? The order. We always could help to each other. We always could help. We normally spend. Could you correct the order of your sentence? We always could help. This is not okay. We. The verb consists of two elements. Which are they? Which are the elements of the verb? We always could help. That then first, what are you going to do on Friday? What are you going to wear? What are you going to say or behave? Tell me about them. We are going to dance at the party. We are not going to dance at the party. Yeah, unfortunately, yeah, we are not going to dance, yeah? Mm-hmm. Normally we would, yeah? But in this case, we have other things to expect, right? Okay, at the bottom of your heart, you thought that you would. Okay, I understand that. Uh-huh. What are you going to wear? Then let's have a look at clothes. Oh no, it's not in fashion. Okay, who is going to wear a very, very short okay. A nagy hatalmak gyűltek össze, miután ugye Oroszország hirtelen előretörve el akarta foglalni Isztambult és romba dönteni az Oszmán Birodalmat. És ugye úgy gondolták az európai nagyhatalmak, hogy ez túl nagy térnyerés Oroszország számára, és hogy rendezni kell egyszer és mindenkorra a balkáni viszonyokat. Másrészt pedig a gyarmati viszonyokat. És ez volt a berlini kongresszus, ahol lényegében eldőlt az, hogy az osztrák-magyar monarchia, az ekkor még porosz királyság és Oroszország nem lesznek szövetségesek. Tehát itt olyan szintű diplomáciai törés következett be köztük, amit már nem lehetett orvosolni. Without a why, I see scrunchy. Okay. Right. Where do you wear scrunchies? On which body parts? Your hair. Oh, I see. Okay, and it's okay, and it's a helix. Okay, so it's spiral, isn't it? It's a spiral. Yes. Yes. Okay, that's a scrunchie. Okay. Very good. So, what else? Yes, regular mask.
something. Oh, that's good. Nice. Yes? Chains. Chains. Oh, nice. All right. Where do you wear them? Chains. In your neck? Yeah. Right. Can you wear chains anywhere else on your body? What is it? Chain? Yeah. What is chain? Do you know the chain bridge? Chain bridge in Budapest. Lunch. Our most beautiful bridge is the chain. Oh, that is chain. Uh-huh. Okay. So you can wear it in your neck. Where else? Nagyszerű az osztályunk. Már most kialakult önbarátságot. Én is Csemára jöttem a szilveszterbe 6. után, és egyelőre úgy tűnik egy jó választás volt. Segítség kell valakinek? Még töltök én. Töltünk? Hát most maga a csoportba tudtad a segítést. Hallottak, nem látod? Tehát a szakmai személyiségnek ez egy bizonyos sarköve. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert abból, ha te azt meg tudod határozni, akkor azt, ha te átdolgozod, akkor azon tudsz te haladni előre. És ha viszont indul a tártétel, pedig abból benned levő érzéseket vissza tudod tükrözni, vissza tudod mutatni annak az embernek, hogy ő érezze azt, hogy hányadán is áll az ő problémájában. Tehát a kettő nagyon-nagyon összefügg. És ha ez egyik oldalról fogadást talál, másik oldalról, akkor tudtok haladni. Kialakul egy rapport kapcsolat, egy kölcsönös szimpátia, és akkor tudsz velük, tudsz dolgozni vele. Tehát az ingatártétel kezdődik, és ha te ezt visszaadod, és a másik oldalon erre úgymond fogadókészség van, akkor át tudod dolgoztatni vele az ő problémát. Mi az az első dokumentum? A gyermek az van, kerülő gyerek, először a kezébe kap, és amit először áttanulmányoznak a gondozójával. Úgyhogy ez a dokumentum a gyermek otthoni életnek az alfája és az omegája. Minden gyermek otthonban ez a legfontosabb, minden gyermek otthonban máshogyan van megszövegezve. Direkt egy olyan gyermek otthonit kerestem önöknek, ami a leggyermekbarátabban van megfogalmazva. Tehát hónapra már fogok hozni egy 8 oldalasat is, ez most csak 4 oldalas. Úgyhogy azt fogom kérni önöktől, hogy legyenek szívesek, vagyis majd Szandit fogom megkérni, hogy olvassa el nekem az első fejezetét végig, és utána el fogok beszélni. Házi rend. A Bolyai Gyermekotthoni Központ alaptevékenységeként személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében a nevelésben vett kiskorúak részére otthon nyújtó ellátást, fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást és utógondozást biztosít. A kiskorú gyermekek részére a gyermekotthon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1992-es évi 31. törvényben meghatározott teljes körű ellátást az utógondozott fiatal felnőtt részére az együttműködési keret megállapodásban megjelölt szükség szerinti ellátást biztosít. Na, tehát a gazdaságnak így a körforgás az így áll helyre, hogy amikor még nincsen lehetőség, mert nincsen munka, akkor munkát követően, vagy munkanélküliséget követően a válságot így tudják feloldani.
hogy munkahelyeket teremtenek, jó? De olyan beruházásokat, amelyeket, amelyek lényegében az állam azért teremt, hogy saját maga kerüljön a válságból ki. Az is még nagyon fontos, hogy a válságot ugye úgy kezelik Amerikában, hogy megvan a demokrácia szellem, például Németországgal, ahol a válságot pedig ugye egy olyan rendszer oldja meg, ami pedig egy szélsőséges, vagy totalitárius rendszer. Egész rendszer másképpen épül fel, a válságnak a megoldása az hasonló, keretek között zajlik ma, tehát szintén nagy állami beruházások zajlanak, de ténylegesen ott az állam a munkahelyeket teremt, de lényegében elvesz az embertől a szabadságot, és egy diktatúra épül majd ki. Tehát nem mindenhol ugyanolyan keretek között zajlik a válság megoldása. Szántóföld az a külső telep. És akkor mi lesz a belső telep vajon? Mely részek? Igen, a ház és a kert, azok a belső telep. Azért rajzoltam így, hogy a megértés így egyszerűsítsen, de hogyha ide nézzünk az LCD-re, akkor lehet látni ugye a ház, a kert, viszont ezek a barnás részek, ugye ezek pedig a falu határában lévő külső teleknek a részei. Jó? Tehát magyarán szántóföld. Most a színeket, azokat ne nézzük, hogy miért sötétebb, miért halványabb. Megszámolnánk, akkor van belőle hét, tehát hogy minden jobbáterekhez tartozik egy-egy külső szántóföldi rész. A földbirtokos az, aki valóban birtokolja a földet, ő a tulajdonos a földnek. A jobbágyakkor ő nem birtokolja, hanem csak műveli, használja a földet, így van, a földnek a használója, de nem birtokolja, nem ő a tulajdonosa ennek a földnek. És azért, mert ő ott lakhat, ott élhet, cserében szolgáltatásokkal tartozik a földesúrnak. Ugye három ilyen nagyon fontos szolgáltatás van, akkor melyik ez a három? Csak hogy tudjam, hogy az átmentési világos, ez fontos. Egyik robot. Az egyik a robot, így van. A robot, ingyen munka. Ugye ez elhangzott. Ingyen munka, és hol kell végezni? Ez is még kimaradt múltkorról. Hát a földesúrnak a földjén. Így van, de ezek ha ide nézzük, ezek az M betűk, a maci betűk. Jó, M. Ezt úgy hívják, hogy majorság. Jó, tehát majorság. Biztos megvan mindenkinek majoros Petike. Hogy fogjuk fel a bójákat, mint ha mit lennének? Mint ha emberek. Mint ha ellenfelek lennek, így van, és az ellenfelektől távolabbi kezemben van mindig a labda, amikor vezetem a labdát, jó? Három kör van, szalomban jobb oldalról kezdjük, jó? Mehet! Mert el kell kapni a szabad kezeddel. Jó, megálltunk labda a kézben. Marci, mennyi volt? 5. Daniel? 5-6. 6-5. 6-5-re nyert volna a Daniel, hogyha nem diszkvalifikáltam volna a játékból, mert egészen másképp játszott, lögdözte a Marci. Is that also about a fact? Looked at some of these pictures, so choose one, only one for the two of you. Okay, that's you? Have you seen this? Okay, so this winter scene, good? Okay, choose a new picture. A new one that none of the two people have seen. Something that has built in more, near the edge. Yeah, okay. That was nice.
There is a background sky, some hills, some houses covered with snow. The hills are covered with forests, trees, and those trees with snow. In the foreground there is some house. I would say it's an ottoman, but you don't need to learn that word. It's a stool. Let's say it's a stool. It's a chair with a back support. That's perfect. Gondoljátok, hogy ki lehet hagyni ezt az alkalmat? Értettétek el, hogy a tételmondat kisülésére miért nincs szükség? Benne van az összegzésben, a befejezésben, ugye ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, ha még egyszer odaírnád, az már túlzott lenne, az már nem kellene ismétlésnek. Jó, felmutattuk az ember eszmét a napkirály személyében. Nézzük meg, hogy mi a helyzet azokkal, akik viszont végletekbe esnek. Kik esnek ebben a darabban végletekbe? Kiknek vannak végletes tulajdonságai, főleg negatívak? Szedjük össze. Tártuf. Tártuf, én ott mondtok, hogy ő milyen? Ászent. Ászent és csaló. És ki van még? Orgon. Orgon. Orgon milyen? Hát nagy szégyen. Pontosan. Oké? Tehát fel tudom mutatni az ember eszmét, tehát példát ad az ember eszméből. Ez ugye maga a napkirály. De példát ad arról is, hogy mi az, amit ne tegyél, amilyen ne legyél. Jó? És ezek ugye a végletek belső embere. Und bei welchem können wir wie viel sagen? Wer hat etwas anderes? Was hast du? Ja, zum Beispiel, Monty? Verkäufer. Ja, der Verkäufer fragt. Wie viel möchten Sie? Wie viel möchten Sie? Wie viel Äpfel möchten Sie? Tut besser, Monty, im Plural. Gut, also machen wir den Dialog nochmal. Vom Anfang an. Guten Tag, wie haben Sie Kuchen? Ja, natürlich. Wie viele Kuchen? Drei Kuchen. Ja, weiter. Und wie haben Sie Bier? Az osztályban azzal a megtartom társaimat, és nagyon jól érzem magam. Nagyon látta, és nyitott közösséget ismertem meg. A görögök, illetve az Isten, a rómaiak istenei között ugye már vannak megfeleltetések. Tudunk esetleg ilyen megfeleltetéseket mondani. Mondjuk Zeus, az kikapcsolódik a rómaiaknál. Van is egy ilyen bolygónk, ugye? Kérem? Jupiter, nagyon remek. Jupiter.
Aztán tudunk-e még ilyet? Mondjuk a... Nagyon jó. Igen, ő hozzá ki. Kikapcsolódik hozzá? Vénusz. Föltűnik egyébként valami itt a Jupiter meg a Vénusszal kapcsolatban? Igen, hogy ugye a bolygóinkat ezeket ezekről a római istenekről neveztük el, akkor a szegény kisgyermek panaszai című kötetből, és látom őt a kisdedet, és látom őt a kisdedet, aki fehérlő ing belépdel, még lopva rám tekint, és integet szőke fejével. Arany gyertyáskát tart keze, és este félve ül le mellém, hallom kacagni csöndesen, látom alvó fejét a mellén. Ő a pap, az igaz, a szent, bámulom, mint egy ismeretlen. Jónok neki, és áldozok, és megsiratom őt, ki elmenni. Az egyetemes zsinatnak a definíciója az valami olyasmi, hogy a világegyház püspökeinek a gyűlése, a hit és erkölcs, valamint egyházfegyelmi kérdésekben hoznak döntéseket. A pápának kell összehívnia, és a pápának kell jóvá hagynia az összes zsinati döntést. Ezért olyan fontos az első, úgymond ez volt, ahol élesben ment a dolog, 325 nicceai zsinat. Miért kellett ezt a zsinatot összehívni? Az egyház mindig reagál. Felütötte a fejét egy eretnekség, egy tév tanítás, aminek a neve ekkor az arianizmus, és az egyház erre válaszol. Az egyház mindig akkor fejti ki a tanítását, ha valaki vagy valakit az kétségbe vonják. Amíg mindenki hiszi azt, hogy egy Isten van három személyben, ezt nem kell dogmaként kimondani. Amíg mindenkinek egyértelmű az, hogy nem cigizünk a WC-ben, addig nem írjuk bele a házi rendbe. De amikor ugye Marcsi bemegy egy kicsit ott a nagyszünetbe, rávonul, akkor beleírjuk a házi rendbe. Azon talán, hogy nem tudtam, hogy nem volt benne. Hát most már benne van. Amiben a katolikus egyház hát eléggé hiteltelenné válik, és erre születik egy válasz Luther Mártontól és aztán a többi reformátortól. Az egyik az a pápaság avignoni fogsága, amikor idegen királyi befolyás alá kerül a pápaság. A másik volt a nyugati egyház szakadás, amikor gyakorlatilag egy olyan jó 60 éven keresztül, 1378-tól 1417-ig, 50 évig veszekednek. Hogy most akkor ki a pápa, egy ilyen hatalmi versengés van. Ez a két esemény iszonyatosan elrodálta a katolikus egyház hitelességét. Hogy bízzam rátok a lelkemet, ha ti is vitatkoztok. Erre jött még az, hogy bizonyos vallásos tevékenységek, amik önmagukban helyesek, tehát teológiailag hitünk szerint rendben vannak, az ereklyék tisztelete, a szentek tisztelete, a búcsú, a zarándoklatok, stb., hogy ezek olyan túl hangsúlyozásra kerültek, hogy lényegi elemeket elkezdtek kiszorítani. Tehát ami a lényeges lett volna a vallásosság gyakorlására, az perifériára került, ami eddig igaz volt és jelen volt, az pedig bekerült a központba. Ő 2 a 64. Kérdés, hogy akkor milyen számot kell ebbe a hatványba beleírnunk, hogy helyes legyen ez a dolog. Marci? 56 gyerek, fiatában, hogy mindenünk, hogy szerinted a dolog. Ugye az azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy az alapot a kitevők összegéért hatványozzuk. Nagyon ügyes. És az azt jelenti, hogy 2 az 56-on, szorozva 2 a 8-onnal, az egyenlő 2 a 64-ennel. Így van. Úgy kell megoldanunk, hogy az eredmény 64 legyen. Itt már is szólok, hogy sokan elnézték ezt a dolgot a két feladatban. Jelen Boldi. Mert ugye az előző feladatban 2 a 64-en volt, tehát egy szép nagy értékű hatvány, itt pedig egy 64, ami hát nem ugyanaz, az a 2 a 64-en. Tessék állni. Tehát azonos alapú hatványokat úgy osztunk, hogy az alapot a kitevők különbségére hatványozzuk. Így van. A különbséget hogyan képezzük? Tehát mi lesz a kisebbítendő és mi lesz a kivonandó? A kisebbítendő lesz a 4,
és a háromszög pedig lesz a... Vagy nem, a kisebbítendő lesz a háromszög, és a kivonandó pedig igen. lesz a négy. Hát a számláló kitevőjéből mondjuk ki a nevező kitevőjét. Háromszög. Mínusz. Mi a nevező kitevője? Négy. Mivel lesz egyenlő? Hattal. Így van. Akkor mi lesz a hiányzó szám? A tíz. Így van. Tehát a háromszög helyére, ha tízest írunk, akkor lesz ez egy helyes képlet. Köszönöm, ügyes vagy. És hívőknek tartják, hívőknek hallják. Jó. Na, akkor kérem szépen a folytatást nézzük. Az alatta levő bekezdést kérem, hogy Isti olvassa föl. Miért jó keresztény közösséghez tartozni? Nem egyszerűbb a többi ember nélkül magunkban hinni és imádkozni? A Biblia olvasásához nem kellenek más emberek. A közösségben másokhoz kell alkalmazkodni. Lehet, hogy megszólják egymást az emberek, pletykálkodnak, beleszólnak egymás életébe. Ha a hit és az Istennel való kapcsolat személyes dolog, mi köze hozzá a többi embernek? Jó. Na most akkor itt tulajdonképpen mi a lényege annak a felvetésnek, amit itt előhozott a könyvszerzője? Minek a fontosságát hangsúlyozza, vagy emeli ki? Hát ha ránéz a szövegre és a szöveg tetején, arra a bizonyos kérdésre. Ami etikai szempontból is jelentős, hogy ez tulajdonképpen miért volt olyan nagyon különös, amit ott mondott Gandhi annak a férfinak, aki tulajdonképpen a szörnyűséget követett el. Miért volt ez a nagyon jelentős? Ő is kapott megbocsátást. Igen, és hogy hogyan kaphat? Mi volt az, amit mondott? Milyen példát hozott föl, vagy mit csináljon? Hogy fogadjon magához egy muszlim, egy muzulmán gyermeket, és... Nevelje fel a saját csekint. Igen, és mi van különös benne, hogy még ráadásul fogadja el azt is, hogy ő muzulmán, tehát legyen a megértő az ő más vallásával, más kultúrájával szemben. És emlékeznek rá, hogy indult a jelenet, hogy mit csinált az a fickó, mit dobott oda? Miért dobta oda a kenyeret? Egyen már végre, ugye? Mert hogy egyébként a böjtölt Gandhi azért böjtölt, mi volt a célja a böjtölésének? Jézus így felett neki, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Zákeus, tehát ugye ő is, mi a foglalkozása neki is? Vámszedő, csak ő úgymond fővámszedő. Hogyha most behelyettesítenénk az előbb átvett példázatba, vagy példatörténetbe, akkor vajon ő rá is mondhatjuk azt, hogy alázatos volt? Miben mutatkozott meg az alázata addig? Hát, hogy nem lopott pénzt. Az, hogy valaki nem lop pénzt, az nem alázat, az legfeljebb tisztességes. Hát, hogy adott a szegényeknek? Hát az, hogy adott a szegényeknek, az jótékonyság. Anna? Szerintem abban, hogy így, amikor jött Jézus, akkor nem oda találkozott, hogy ő legyen el, hanem elbújt úgymond, és felmászott egy fára. És igen, ez már mindenképpen egy olyan motivum, igen, egy olyan dolog a történetben, ami azt mutatja, hogy ő nem találkozik oda, de azért érdeklődik. A gyümölcsöt előnézetből ábrázolja, a textíliát, azt mintha felszabdalná, és a egyik másik részét a két különböző helyein helyezi el, tehát mintha így levágott volna egy részletet a... Köszönöm.
precízen. Női naci. Arra nagyon oda kellett figyelni, hogy legalább 200-et fel tud sorolni a négyből. Volt, aki mind a négyet tudta, nagyon örültem neki, de legalább 200-re feltétlenül szükség van erre a feladatnál. Jó, menjünk tovább. Az ötös feladat. Mutasd be ötöt mondatban, és akkor ugye itt a két novella elemzés, a novella értelmezésnek a megmutatására volt szükség. Nagyon ügyes, jó kis fogalmazásokat olvastam, és arra is ügyeltetek sokan, hogy meglegyen az 5-6 mondat, amit kértem. Tehát ugye ez például olyan feladat volt, ahol kifejezetten mondatokban igényesen kellett megfogalmazni a mondani valótokat. Mi történik akkor, hogyha mégis nagyon-nagyon sokan vannak egymás mellett? Hogy fognak viselkedni? Hogy fognak nézni? Tehát amikor nem lehet elkerülni azt, hogy tömegben legyen az ember. Mindenhova nézni. Hová fogják irányítani a tekintetüket? A másikra? Kilátás. Ne, így van. Vagy kinéznek az ablakon, igen. Vagy lenéznek, nagyon jó. Vagy felnéznek. Igen. Vagy pedig mindenki előveszi, hát manapság már nem a könyvét, hanem a telefonját, és abból beletemetkezik. Igen. Na most mit gondoltok? Ilyen irányú kutatásokat is végeztem, hogy a városokban, vagy a kisebb településeken lesz kisebb ez a távolság az emberek között. Az iskolába érkezve olyan légkör fogad, ami a rosszabb napjaimon is egy feltöltődést hoz számomra. Sokszor sokféle pozitív megerősítést kapok, és ez átsegít a nehézségeken, illetve a kritikákat pedig elfogadom és tanulok belőle. A tanárok nem zárkoznak el a közösségi médiától, itt gondolok a Messenger és a Facebook használatára. Mint például kaptam ott is megerősítő véleményeket, illetve az iskola nagyon sokféle sportolási lehetőséget nyújt számomra, amit én nagyon szeretek, és ezeket a lehetőségeket is használom. A három lépés lehet a labdával, nehezebb lesz, tehát nagyobb a terület, mint bent, egy picit lassabb lesz a játék. Igen, ha nagyon lassú, kaptok még egy labdát. Jó? Fejre nem lehet célozni. Ez egy vége kezdje el terelni, és a másik vége pedig elébe megy, jó? És ott bekeríti. Egy ember, tehát mikor azt mondtam, hogy egy ember szemelj ki, a Matyit egyből elkaptátok, leggyorsabban. Jó? Tehát egyesével, egy ember kiszemelt, és őt bekerítitek. De az egyik vége tereli, a másik bevárja. Tehát nem futnak oda, mert akkor sosem fogjátok elkapni. A csömörit! Nyomj! Elfogod! Nem! Túlélte! Jó, tehát szono szej azonban itt pedig azt látjuk, hogy állj, tehát látjuk, hogy az olasz majd nem a lennivét használja ehhez a kifejezéshez, hogy hány éves vagy, hanem egy valami más. Jó, egyelőre csak ennyit jegyezzünk meg. No, első körben nézzük meg kicsit a számokat, jó, mert aztán számokkal lesz dolgunk. A könyvben először a fatos feladatot nézzük, innumerib. Jó, Ruzsi, 1-től 10-ig léci számok elmentem, az nincs, csak hogy átfogott egy. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó, igen. Jó, és akkor innen megyünk tovább, jó? Fannak, olvasd léci, ami a 6-os feladatom van, 11-től 19-ig. Jó, gondoljuk végig a kiejtést. A C után, ha van egy új betű, akkor azt milyen betűnek ejtem? C. Aha, te bátran, akkor dicsesszette. Dicsesszette. Primo, Diago, Fanni, Elilla. Vanti, Anni, Aute, Rita. Vanti, Anni. Quanti anni? Aute. Quindi sa voce non parlo. Yeah.
Azt mondtam, hogy Fanti Ári Lárus. Ári. Nem Ári, csak? Viva? O quindici anni, è tu Marta. Grazie, Sofì. Ancio o 15 anni. Arra gondoltam, hogy most, hogy ilyen sűrű lesz ez a heted, hogy ezt az órát szánjuk egy kicsit a készülésre. Mert akkor nyugodtabb leszel. Jó, jó. Tehát ugye a nyelvtan az, ami most téged izgat, azt gyorsan át tudnánk venni. Hát a nyelvtan most nem hoztam. De én nekem van nyelvtan anyagom hozzá. Jó, és még gondoltam, hogy egy kicsit a földrajzba is belenézhetünk. Mit szólsz hozzá, Barbi? Lehet, csak a földrajzot sem volt. De az is van. És akkor hát, hogyha még szebb lesz az eredmény, mint a múltkor. A kosz egészen ehető. Nagyon jó az új büféka, és az étterem is kielégít. A miért kide került, az az, hogy évente embertelen nagy erőfeszítéssel kínlódnak, azért, hogy megvédjék a vas tartalmát. Kicsit arra lépek, és akkor nézzük a következőt, hogy hol találhatók ezek a fémek. Ugye emlékeztek arra, hogy azt mondtuk, hogy a borasztáció vonal, ami az a narancssárga vonalat jelenti, az választja el a fémeket a nem fémektől. Az is látszik, hogy fémből rengeteg van. Sokkal több, mint nem fémből. Teljesen jó. Mennyi lesz a proton száma? Az is egy. Mennyi az elektron száma? A tömeg száma? És a neutron szám? És melyik a másik hidrogénizotó? A trícium. Az miben különbözik a deutériumtól? Hogy két neutronja van. Jó. Akkor tudom, hogy a rendszám 17. Akkor erről mit tudok? Melyik elemről van szó?
17-es, a klóról, jó? Hogy jelöljük? Segíts nekem, úgy írom fel. Klóra vegyél el, és hova írom a 17-es? Alsó, a bal alsó sarokba, és mit írok ide a bal felsőbe? 35-öt, és ez még a 35? Tömeg száma, amit hogy kaptam meg? Hogy kerekítettem a relatív hatótömeget, jó? Indulok a hidrogéntől, és megyek a héliumig. Utána mi történik? A következő periódusban a litiumé, ő a legalacsonyabb, ugye azt mondtuk, hogy a bal oldalon a legalacsonyabb az elektronegatívitás érték. Ugyanabban a periódusban megyek, a fluoré a legmagasabb. A harmadik belül visszaesek megint a nátriumhoz, megint a legalacsonyabb, és megyek a klórhoz föl, megint vissza a káliumnál, megint föl. Tehát mindig a periódus elején a legkisebb, a legalacsonyabb az elektronegatívitás érték, és a halogének csoportjában a legmagasabb. Ennek alapján kell meghatároznunk azt, hogy milyen hőmérsékleti paraméterek jellemzők a trópusi átmeneti éghajlati övre. Vajon mit várunk? Vajon mit várunk? Ne fagyjanak le! Vajon mit várunk? Igen, Boldi? Hát ingadozik a hőmérséklet, és általában nyáron csapadékosabb az... Jó, most a hőmérsékletről tárgyalunk. Hőmérséklet? Koncentráljunk a kérdésre, illetve koncentráljunk a válaszra. Igen? Jó, tehát ingadozik a hőmérséklet. Mennyire ingadozik a hőmérséklet? Mennyi lehet mondjuk az éves hőingás? Hát, ilyen 10 Celsius fok. Jó, legyen 10 Celsius fok. Orrüveg. Hol kezdődik az orrüvegben a belső csíralemez, illetve hol ér véget a külső csíralemez? Hol keresnék? Meg tudom azt tenni, hogy elkezdek magamnak jegyzetelni. Tanárul, lehet az, hogy használom a krétát? Lehet, persze. Akkor populáció, ezt kérdezte a tanár, hogy mi az a populáció. Fölírom, hogy populáció. Elkezdek rajta gondolkodni. Ha már csak a populációnak a fogalmát elkezdte volna fölírni, azt a négy nagyon fontos pontot, már előbbre jut, már nem keveredik vele a második, harmadik problémába. Jó? Utána fölírom, hogy van R-stratégia, és K-stratégia. És bár pekkem volt, és elrontottam. Mert összekevertem a K-t az R-rel. És akkor mi van? Semmi nincsen. De ha már a tanár egyszer megmondta, hogy mi az az R és K stratégia, akkor utána fogom magamat, és fölírom. És ott a lehetőségem. Itt vagyunk itt, hogy észrevehessük azt a képességüket, ami majd egyszer előre vezet. Teljesen részletkérdés, hogy életük végén majd az R stratégiát, meg a K stratégiát értik-e vagy sem. Nem elsősorban ezt tanítjuk, hanem elsősorban azt tanítjuk, hogy hogyan tudok ilyen nehéz helyzetekben is helytállni. Férfiként, nőként, emberként, keresztényként. Áramlásba hozzák a vizet, és szépen az áramoltatott vízből szűrik ki ezek a galléros ostoros sejtek a tápanyagokat. Hogyha egy picit ránézzünk erre, mert ugye én beszélek róla, tehát mi a valóság? Nézzük csak meg, hogy mi a valóság. Itt egy foszforeszkáló, pontosabban kemiluminescenciát mutató oldatot fecskendeznek bele a szivacs környezetébe, és nézzük csak meg! Nézzék meg! Mint a gyárkémény. Látszik ez? Ugye? Az ostoros kis sejtecskék csapkodnak befe... Na még egyszer, okay, már. Nézzük meg! A pórusokon keresztül beszívják ezt a lumineszcencia oldatot, és szépen tolják kifelé azon az üregen keresztül. Látszott ez? Igen? Királyság!
Tehát akkor ezek szerint ez valós, hogy ezek az ostoros, galléros ostoros sejtek, ezek a mozgásuk segítségével áramlásban tartják a vizet. Táplálkozásuk pedig alapvetően szaprofita, szaprofita életmódot élnek. Mit is jelent ez, hogy szaprofita életmód? Én azért szeretem ezt az iskolát, mert az osztálytársak kedvesek, a tanárok meg jó fejek. Szilveszterbe, de olyan, mintha már évek óta ide járnék, és nagyon szeretem az osztályomat, mert nagyon kedvesek. Társaimat, hogy énekelhessek. Jó, kezdjük a vitális paramétereknek a ismétlésével. Nézzük, melyek a vitális paraméterek? Szaszó. Légzés, pulzus, testhőmérséklet és vérnyomás. Nagyon jó. Akkor szépen sorban nézzük át, hogy melyikről mit tanultunk és mit kell tudni. Jó? Először nézzük át mondjuk a légzést. Jó? Légzés. A légzés befolyásoló tényezők. Andi? Életkor, érzelmek, légzőszervi betegségek, most mozgás, étkezés, és még egy csomó más dolog. Gyógyszerek, altatók, nyugtatók. Nagyon jó. Mondtuk az érzelmeket, nézzük az érzelmeket, hogyan tudjuk csoportosítani, mondva. Vannak a... Negatív. Jó, negatív. Mindegyiket tudsz példát mondani, mondjál negatív érzelmeket. Nagyon jó, pozitív. Vidámság. Nagyon jó. Testhőmérséklet az állandó, és tulajdonképpen minden működésünkhöz szükség van rá. Izmok, az érrendszer, és minden szervünk működésének a hőszabályozás függvényében történik. Ez az érték, ez állandó. Állandó 36,4 és 37,2 Celsius fok között mozog, a napi ingadozása a fél egy fokot nem haladhatja meg. Ugye beszéltünk a többi vitális paraméternél, ott azért 10-20 eltérés is lehet attól függ, például a pulzusnál. Normál körülmények között 60 per perc, de ha kimegyünk, mozgunk, akkor akár lehet 80-90 is, jó? De attól az még nem kóros. Én mindig is szerettem az emberekkel foglalkozni és segíteni rajtuk. És most, hogy ebbe az iskolába járok, így még jobban el fogom tudni sajátítani ezt a tudást. Az egészségügyi oktatás egy pusztad arra, hogy a későbbiekben könnyedén el tudjak helyezkedni az egészségügyi területeken. Emellett ebbe az iskolába élvezet jár, hiszen nagyon jó helyek a tanárok, és a diákok rendkívül barátságosak. Gyomorbetegség.
jegyzeteljetek, és közben mondom, mert beszéljünk róla. Tehát akkor van szükség, ha normális nyelés akadályozott. Milyen, mikor lehet akadályozott? Te mondtad, igen? A trahea betegségeknél, nyelőcső betegségeknél, ha haladsz lejjebb. Gyomor. Gyomornak milyen betegségei lehetnek, ami nagyon... Fekély. Igen, fekély, így van. A fekélynek milyen következménye? Hát a gyomor, nyakahártyája megsérül. Így van. Hogyha megsérül, fekély van, és nagyon-nagyon súlyossá válik, mi lehet a gyomorra, mi történhet vele? Elhalhat. Kiukadhat, így van, nagyon ügyes vagy. És abban az esetben ugye megszűnik a gyomron keresztüli táplálás, kimélni kell a gyomrot addig, míg meggyógyítják, rendbe hozzák. Iskolánkban az általános egészségügyi tananyagot tanuljuk. Ez a későbbiekben nagyon sokat fog segíteni különböző egészségügyi szakterületeken, vagy akár felsőoktatásban is. Anyukám a példaképen, mivel ő is az egészségügyi szakterületen dolgozik, és ez a szakma egy csodálatos szakma, és mindig szükség lesz rá. Talk to your partner about your family using your family tree, and then you will have the chance to get a plus by talking about your partner's family in third person singular. You can just use each other's family tree. Ok, cioè notti, belle, perché plurale femminile, ok? Cioè notte bella, notti belle, chiaro? Sì? Ok, va bene, vediamo la terza espressione, grazie. Chi dice Dorca? Ragazzo. Sì? Italiano. Brava, al singolare. Allora, ragazzo italiano. Cioè o, maschile singolare, come si dice al plurale, Dorca? Ragazzi. Ragazzi. Italiani, brava. Ok, grazie, perfetto. Cioè ragazzo italiano, ragazzi italiani, singolare, plurale. Ok, vediamo. Quattro, chi dice quattro? Grazie, sti. Facciamo un po' di improvvisazione. No? Ok, nessun problema. Grazie, Lotti. Zia americana. Ok, zia americana. E al plurale? Zia. Ok, zie americane. Ok, zia americana. Plurale, zie americane. Ok, 5, grazie. Chi dice? Voilage. Zio. Gentile. Bravo, zio. Gentile. Al plurale. Zio. Maschile, cioè come si dice al plurale? Zio. I, cioè zii, gentili, plurale, bravo. Okay. Szorulsz be, légy szíves, Eri. Gota megvan még? Látja? Igen, Árni. Jó. Oda tetszett írni a ró egyenlő 7,2, igen, de hát akkor hogy lehet 7,2 az eredmény is? Milyen eredmény? Nincs még eredményünk, várom az eredményt. Ja. Azért, mert a Gramper... Köbdeciméter az ugyanaz, mint a gram per köbcentiméter. Kilogram per köbdeciméter, gram per köbcentiméter. És mondja Nóra, hogy mit nem ért most ebből az első példából. Fokokat. Mindig az a felsőket. Egy fok, az 60 perc, azt láttad, oda van írva, igaz? Egy perc, az 60, mit jelent ez a két vonal? Másodperc. És akkor ezt kell használni. Tehát, hogyha a 46 fok 25 percet felsz hozzá az 18 fokot, akkor mit csinálsz? Ott van. Az mennyi?
46 meg 18 már. 64. Nagyon sok barátot szereztem az iskolában, és nagyon megbízottam a tanárban is. A szilveszter számomra egy lehetőség Isten megismerésére és a vele való kapcsolat erősítésére. Megnézzük, hogy a reneszánsz záró akkordja a képletesen Palesztrina után mi következhet. Előtte azonban, mielőtt ezt megtennénk, hogy tovább megyünk, a Palesztrináról azért mégiscsak néhány szót, hiszen ő adja egy 200 éves korszakhoz a nevét, tehát a reneszánsz szerkesztésmódját, stílus korszakát Palesztrina stílusnak nevezzük. Tehát ő az a betetőző művész, aki megteremti magát a tökélyt egy bizonyos alkotásmódban. Ez a tökély a reneszánsz alkotásmódja, amit véletlenül éppen Palesztrina stílusnak nevezünk. Csak hallgassunk bele, hogy egy pillanatra érzékeljük, hogy mi ez a tökéletesség. Szerencsétlen zeneszerző, aki kortárs Palesztrinával. Hogyan lehetne másfajta zenét csinálni? Gondolkodjanak el a kor problémáján, mert ugyanabban a korban élek szerencsétlen módon, mint Palesztrina, de hát az a Palesztrina már mindent megért, aminél gyönyörűbbet nem lehet alkotni. Csúnyábbat meg nem kéne. Teljesen más. Teljesen más. Mi átvettük azt a 11 akkordot, a modális harmóniáknak azt a 11 akkordját, do, dur, ré, mol, ré, dur, mi, mol, mi, dur, fá, dur, szó, dur, szó, mol, lá, mol, lá, dur, tá, dur. Tehát ezt a 11 akkordot, a modális harmóniákat. De hogyha véletlenül emlékeznének a karantén idejéről arra, hogy mit vettünk, akkor azt tapasztalták, hogy mi C alapra építettük föl ezeket az akkordokat. C, G, D, F, A, D, F, S, A, E, G, H, H, E, G, S, H, F, A, C, G, H, D, G, B, D, és így tovább, és így tovább. Tehát fölépítettük mind a 11-et, de hogyha ezt D-re építjük fel, akkor más akkordjaink lesznek. Ha E-re építjük fel, akkor más akkordjaik lesznek, építhetjük mind a 12 félhangra. És akkor nem 11 akkordunk lesz a reneszánszban, hanem 12x11. Ha tényleg ott van az a 132 akkordunk, akkor az azért egészen más, mintha csak 11 akkordunk lenne. Ez a két úri ember, Gesualdo da Venosa, aki Venosa hercege, tehát nagyon magas rangú, csak nagyon szomorú életet él. A munkafüzetükben le van írva, hogy milyen szerencsétlen sorsú ember volt. Most itt nem ismétlem el, majd olvassák el. Nagyon regényes, kalandos Gesualdo da Venosa útja. És Luca Marenzio, mind a ketten egészen fantasztikus zenét alkotnak, tehát tovább lépnek a 132 lehetséges akkord irányába, és megteremtik a kromatikát. Valaki tudja, mi az a kromatika? Kromatika. A reneszánsz zenében nincs kromatika. Azt mondja Gesualdo da Venosa, meg azt mondja Marenzio, miért ne lenne? Kinek árt? Nekem ugyan nem, mondja ő. Nekünk egy picit árt, mert a fülünknek egy kicsit furcsa. A fülünk hozzászokott ahhoz a hangzáshoz, amit Palesztrina mutat. Az elmúlt hetekben beszéltünk arról, hogy hányféle memória típus létezik.
Általában az emberekben ezekből a memóriatípusokból keverten van jelen bármelyikük, de hogyha ezeket megpróbáljuk összekapcsolni, azaz, hogy a vizuálist mondjuk a kinesztétikussal, az auditívet a kinesztétikussal vagy a vizuálissal, akkor sokkal gyorsabban kerül át a rövidtávú memóriából a középtávúba az információ. Augusztusban vettük a gólyatáborban azt a Radnóti verset, amelyet azzal a fajta mozdulattal próbáltunk elhelyezni a középtávú memóriába, amit a vershez gyakorlatilag improvizáltunk. Ez a mozdulat benne maradt a kezünkben, ez a mozdulat benne maradt a tudatunkban, és összekapcsolódott azzal az információval, amit ez a Radnóti vers tartalmaz. Azóta talán kétszer mondtuk el, nézzük meg, hogy az akkori 5 perces tanulási folyamat hogyan maradt meg most így október elején. Kezdjük akkor. Alszik a szín és alszik a színben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a lény a falon, csönd van a házba, az én beregések a parkán, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kagyban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő, búz a szemekben a nyár, alszik a holdban a lány, hideg éjjel az éjjel, föl kell az ősz és ropjon, alszik az éjjel. Megpróbáljak egyedül elmondani? Alszik a szív. Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, alszik a hókálló közelében a légy a falon, csönd van a házban, az éberélések a parkán, alszik a kert, a fák, a fatörtön a harkály, a kacsban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a kert, húz a szemekben a nyár, alszik a bolomban a lány, hideg érve az éjben, fölkötve az ős és sopjonok, alszik az éjben. Köszönöm! Heard of Agatha Christie. She was a British crime writer and wrote the stories of Hercule Poirot and Miss Marple. She described London as a menacing, dangerous, foggy and smoggy place. Londonban is kellene egy olyan elszívó berendezés, mint amilyen az Új Kémiában is van. Van elszívó berendezés az Új Kémiában? Van, gyere és nézzük meg! Tanárnő, megnézhetnénk az Új Kémia termet? És az elszívó berendezést? Természetesen. Megmutatok mindent. Levente, mi történt, hogy csak most értek vissza? Tanárnő, ami itt történik, azt nem tudom 2 percben összefoglalni. Hát akkor kérdezzék meg a többieket, mi történik itt? Milyen ez a gimnázium?
Számomra a szilveszter, család és környezetet és modern eszközöket nyújt. Nekem a szilveszter egy sok új lehetőséggel teli hely. Nagyon szeretem ezt az iskolát, mert a tanárok nagyon kedvesek és segítőkészek. Számomra a szilveszter egy jó diáki és tanári közösséget jelent. Számomra a szilveszter családi és környezetet jelent. Szeretek a szilveszterbe járni, mert itt mindig jó a hangulat. És nagyon befogadóak az emberek. A tanárok pozitívan állnak a tanuláshoz és a diákokhoz. Örömmel járok idebe. Itt igazán jó a közösség. Az iskolában nagyon jó fejek a tanárok. Az iskolában tanító tanárok rendkívül jók, mivel folyamatosan meghallgatják a diákok lelki gondjaikat, és amiben csak tudnak, segítenek számunkra. Továbbá az iskola folyamatosan fejlődik. Nekem a szilveszter az út az álmaim felé. Bármilyen probléma esetén a tanári gárda mindenre fel van készülve. Szabad gondolkodás! Amiért hajlandó vagyok naponta 2 órát utazni. Hit. Áldás. Békesség.